Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Tudjátok, hogy kell szétrolkodni egy felkonfot? Oda van írva, nézd meg. Szóval, vett egy kát, és azt próbálom venni. Tehát nem láttam még az autót élet. Az a lényeg, hogy meghívtak minket a Toyota CHR bemutatójára, és ez most nem egy ilyen vlogos szerencsétlenkedés lesz, hanem operatőrrel fogok dolgozni, mert magammal hoztam Rolandot. Egy kicsit ingyen élünk mindketten. Úgyhogy nagyjából reményeim szerint ez az utolsó vlogos bejelentkezés, és utána egy rendes videót láthattok. Eljöttem arra a kis spanyol szigetre, amit egy Seatról neveztek el, Ibizának hívják. Este van, de mindenki napszínvekben mászkál vizes palackokkal, gondoltam, akkor már én sem fogok kilógni. Na de, az új CHR bemutatóján vagyunk, ami egy nagyon fontos modell a Toyotának, ugyanis az elődjéből Európában 1 millió darabot adtak el, tehát a Toyoták 13%-a. Az Európában eladott Toyoták 13%-a Toyota CHR volt. És nagyon kedves a Toyotától, hogy a magyar piacra extrátlanított, leolcsósított változatot is elhozták. Ezt akár 15 év munkával is meg tudjuk majd vásárolni. Na de, most lefekszünk, illetve lemegyünk a bárba, aztán pedig holnap jól megnézzük az autót, és elmondok róla mindent, mert amúgy baromi érdekes. Veszélyesen nagy újdonságról amúgy nem lehet beszámolni, ez egy Toyota hibrid. Itt van egy Atkinson ciklusú benzinmotor, egy 8-as vagy 2 literes, itt egy inverter, és itt van a két villanymotor generátor itt lent, ugye ezt a rendszert már ismerjük, hát több mint 20 éve. Nagy feszültségű vezeték, és itt van az akkumulátorcsomag. Ugye kezdő priuszosok által elkövetett hiba, hogy az akkumulátornak a légbeszívóját azt valamivel letakarják, és szépen megfőzik az akkumulátort, mert ugye ez a motor, ami hűtőlevegővel látja el. Nagyon érdekes, hogy a Toyota sokáig ugyanazt a cellaszabványt használta, vagyis panelszabványt használta az akkumulátoraiban, különböző modelleknél, még Lexusoknál is, többet raktak be, kevesebbet raktak be. Itt most ezen változtattak. Lithium-ion, ugyanúgy a Panasonic szállítja be, de már nem az a cella formátum, mint a korai modellekben, korábbi modellekben. És természetesen van összkrékhajtás, iSyn, mi más, és nagyon büszkék voltak arra, hogy megnövelték a hátsó villanymotor teljesítményét. Ugye ez nem egy fizikai összkrékhajtás, úgymond, tehát nem jön hátra kardántengely, hanem itt a nagyfesz vezeték, és áramot küldenek a hátsó tengelyen lévő villanymotorra, hogyha elfogy a tapadás. Szóval megnövelték a teljesítményét, aminek két szempontból is jó. Az egyik, hogy az autónak csökken a hajlama az ortolásra, valamint egy kicsit jobban lehet vele sederinteni csúszósabb körülmények között. Erre amúgy nagyon büszkék voltak. Tök meglepő, hogy ilyet még ma kiemel egy gyártó. Kettős kereszt lengőkaros a hátsó futóművünk, hiszen összkerékhajtásról beszélünk. Az autónak amúgy meg a TNGA platformja, mint nagyjából minden modern keresztmotoros Toyotának. És ha gondolkodtatok már azon, hogy miért rossz vezetni a GR Yaris-t, hát ezért. Itt vannak azok a bakok, amik, ha jól gondolom, akkor a TNGA platformnak a sajátjai, és erre függesztik fel az üléssíneket. Ami egy ilyen mókás kis hobbi terepjáróban tök oké, de a GR Yaris-ban, ugye ott is meg kell tartani, vélhetően biztonsági és statikai okokból, ott nem annyira oké. Láttam már olyan embert, aki ezt egyszerűen kivágta, és erre a keresztgerendára egyszerűen lejjebb csavarozta a gyári ülést. Itt egy ötlet tőlem a Toyotának, és most azért még nem kérek pénzt. Léci, tegyetek az autóba generátor üzemmódot. Ugye a Fordnak is ott van a Power Boost hibrid az F-150-ben, amiben az autóban lévő generátort tudják áramfejlesztőnek használni a tulajdonosok, rá tehetnek hűtőt, kávéfőzőt, kisgépet, akármit. A Toyota hibrid rendszerében is adott ehhez mindent, csak kéne bele még egy inverter, és lehetne az autóba rakni egy vagy két 220-as dugót, és baromi jól használható lenne. Léci, csináljátok meg! Kicsit meglepődtünk a prezentáción, amikor mutatták azt, hogy egy ilyen C-szegmenses autóban, tehát egy kompaktban ilyen 1.8-as meg 2 literes motorok vannak, az európai gyártók számára ezek a motorméretek már szinte ismeretlenek, tehát Golf GTI-t még mondjuk tudsz venni 2 literes motorral, de nagyon más nem. De itt ugye nincs turbo, van viszont Atkinson ciklusú üzem, ami hát ugye azzal jár, hogy valamivel kisebb a kimenő teljesítmény, a névleges teljesítmény, nyomatékszegény alacsony tartományokban. Mindez nem számít, hiszen alacsony tud lenni a fogyasztás, és amúgy be tudnak segíteni a hibriddel. 140, 197, 223 lóerő érhető el, ezt majd később kifejtjük. De amiért ide jöttem, és igazán érdekes az az, hogy van ugye elektromos klímakompresszorunk, valamint elektromos vízpumpánk, ami ugye azért fontos, mert ezek az autók akár kilométereket is elvitorláznak
mondjuk lassú forgalomban, városban, anélkül, hogy beindítanák a négyhengerest, és ilyenkor szépen megfőni az autóba, mert nem hajtja szítárcsa a klímakompresszort. Itt viszont, ugye mivel elektromos hajtás van, a hibrid akkumulátorról, itt a nagy feszültség vezeték, a hibrid akkumulátorról el tud üzemelni a klíma sokáig. Én például tök sokszor használom a Priusba azt, hogy benne hagyom a családot, járva hagyom az autót, járva, bemegyek a boltba, megveszem azt a 4-5 dolgot, és mikor kijövök, még mindig nem indított arra a benzinmotort, ellenben megy a klíma. És powerbanknak is jó, lehet róla tölteni bármit. Akio Toyoda még 2017-ben azt mondta, hogy no more boring cars, hogy elég az unalmas autókból, és hát mondjuk már az előző Toyota Corolla design is elég erős volt, de például a CHR-nél azért rendesen megőrültek, és ugyan Toyoda bácsi már nincs benne az igazgatótanácsban, tehát nem ő a vállalat elnöke, de a filozófia maradt, tehát azért ez a CHR most elég kasarul néz ki. Azért az előző szerintem nagyobb riasztás volt, de mivel az nagyon nagy riasztás volt, ezért ez az autó, akármennyire megcsinálják, nem tud akkora riasztás lenni, mint az. Azért úgy az alap tömegei azok valamennyire megegyeznek azzal, de azzal, hogy az elejét áttervezték, meg hogy a hátulját egy kicsit átrajzolták, sőt, hogy belevitték a kétszínű kasznit, ami nem úgy kétszínű, hogy övvonalnál elválasztva, hanem a C-oszlopnál elválasztva kétszínű, azzal elég friss és elég egyedinek hat. Most az a jó benne, hogy amikor nyakadba esik az autópályán egy ilyen, mondjuk egy hibrid Toyota, az a nyakába tud esni bárkinek. Á, mondjuk azért 200 lóerővel nyakadba tud esni, szóval ha nyakadba esik, akkor joggal hiheted azt, hogy úristen, megjött a telepi gangster az Urusszal, de nem, mert hát szemből tényleg egy kicsit van benne némi Urus. Ja, na de a lényeg, hogy friss, üde, és hát hobbi terepjárónak hívják, de nekem ez már annyira nem hobbi terepjáró, hiszen a hasmagassága meg a kiemelése tényleg mindent alárendeltek a légellenállási együtthatónak, azt hiszem 0,31 a CV érték, ami így a hobbi terepjáró ságához képest azért ugye elég jó, de amúgy meg annyira nem. Szóval, hogy eléggé behatárolták a tervezőknek a kezeit, ezzel szemben viszont mégis egy kicsit olyan egyedi és üde az egész, habár tényleg annyira nem tud már meglepni, mint az előző, hiszen tudjuk, hogy mire számítsunk egy CHR-től. Kicsit érdemes arról beszélni, hogy mennyire szeretik az emberek a CHR-t. Na most, hogyha a C-szegmens vizsgáljuk, és hogy ezzel az állandó C-szegmensezéssel szerintem nem kerülünk közelebb a megoldáshoz, tehát mondjuk azt, hogy vitara, akkor azért kiderül, hogy 2023 első és tizedik hónapja között 4700 darab vitara ment el. Na most ehhez képest nem tűnhet olyan soknak, hogy a második helyen a CHR-rel 1700 autóval, ugye a Vitarának elég komoly bekötései vannak otthon, meg hát tényleg zseniális az árképzése, még a jelen körülmények között is. Viszont, hogy egy kicsit képbe helyezzük az 1700 darab CHR-t, hogyha a Volkswagen T-Roc-hoz hasonlítjuk, abból 1000 valahány darabot adtak el ebben az időszakban. Tehát az emberek imádják a CHR-t, és a Toyotán kívül is van egy önszerveződő klub. Bizony, vannak olyan emberek, CHR tulajok, akik összejárnak ezekkel az autókkal, mert egész egyszerűen élvezik. Ennyit számít, hogyha az autó nem úgy néz ki, mint egy random tejfölös doboz, hanem adnak neki úgynevezett formát, meg vannak rajta ilyen-olyan design elemek, amitől valamilyen lesz az autó. Mert lehet akármilyen jó a technika, lehet akármennyire tartós, megbízható, a nap végén úgyis azt fogja mondani a vevő, hogy azért vettem meg, mert az tetszik. A sajtósok elmondták, hogy a CHR klub maga kérte azt, hogy hadd nézhessék meg még a premierkor az új autót otthon, ez megtörtént. 140 ember ment el erre a találkozóra a CHR-jükkel, és 16-an az új modell láttán le is szerződtek rá, tehát hogy meg is vásárolják. Tehát mondom, ez az autó egy szabvány Toyota. Ugyanazokat a hajtásláncokat kínálják hozzá, mint mondjuk egy Corollához vagy egy Priushoz. De mivel egy picit különleges, ezért egyből az emberek belelátnak valamit, amit az ilyen márkaklubos találkozók nagyon jól mutatnak. Kétféle motorral kínálják ezt az autót,
az 1.8-as 4 hengeres hibriddel megtámogatva az 140 lóerős, ezt már ismerhetjük mondjuk a 3-as Priusból, nyilván amúgy finomítottak és reszeltek rajta, jól viszi az autót, nyilván hegynek fölfele azért ki lehet belőle hozni a bégetést, de az első 20-25 kilométeren csak a forgalom tempóját hajtva, kigyorsítva ilyenek, teljesen érhető a hangja, nincs semmi fájdalom. Aztán van a 2 literes 197 lóerős hibrid, azzal még nem mentünk, de remélhetőleg fogunk, valamint van a 2 literes 197 lóerős összkerékhajtással. Ezen felül még vehetünk PHEV-t, tehát lesz benne egy plug-in hibrid aksi, amivel 223 lóerős az autó, ezt majd később vezetik be. Viszont nagyon érdekes, hogy ez a technika, az ugye megtalálható a Priusban is, viszont azt kizárólag plug-in hibridként, konnektoros hibridként hozzák hozzánk Magyarországra, Európába, ezt az autót viszont meg lehet venni hagyományos hibridként. Ez egy nagyon furcsa lépés a Toyotától, én teljesen biztos vagyok benne, hogy tök örülnének az emberek, hogyha mondjuk 10-12 millió körül lenne egy ilyen 1.8-as hibrid Prius, és nem csak 17-18 millió magasságában lehetne megkapni a konnektorosat. Mellesleg annak még akkor ugye lenne csomagtere is. Akárhogy is, most, hogy itt egy kicsit élveztük a szerpentint, hogy váltunk a városban, dugóztunk, meg mentünk gyorsforgalmin itt-ott, ilyen 4,8 és 5 liter közti fogyasztás jön ki. Nyilván, hogyha az ember egy kicsit megtanulja kezelni ezt az autót, ugye ezt mindig mondjuk, hogy a hibrideket valamilyen szinten meg kell tanulni vezetni, akkor ez faragható. De, hogyha valaki nem fogtechnikuskodik, hanem csak úgy simán autózni akar, akkor egy 5 literes fogyasztással számolhat, ami tök jó. Egy kicsit képbe kerüljünk, hogy mi megy Ibizán. Ennek a szigetnek a területe az valamivel több mint 500 négyzetkilométer és 150 ezer ember lakja. Viszont éves szinten 6 millió turista jön ide. Gondolhatnátok, hogy minek? Hát drogozni! Ugye a 70-es években még inkább a marihuána, meg az LSD ment. Aztán a 90-es években, 80-as, 90-es években tovább mozogtak a szintetikus szerek felé, és manapság állítólag a kokain, valamint a ketamin és a GHB az, ami nagyon menő. Ugye nem olyan rég volt a Netflixen egy jópofa dokumentumfilm arról a csajról, akit Peruban, Limában fogtak meg 11,5 kiló kokainnal, amire azt mondták, hogy hát ilyen nagyjából másfél millió font, azaz fél milliárd forint lehet az értéke, az is Ibizához kötődik. De hát a probléma állítólag az, hogy a klub élet, a bulizás vonza az embereket. Ugye itt van a Pacha, a világ egyik leghíresebb ilyen nightclubja, ami hát azt hiszem most már 50 éve működik, és nagyon magasak az árak, hát itt nagyon drága bulizni, ezért sok fiatal idejön, és akarva, akaratlanul, illetve akarva belecsúszik a kábítószerkereskedelembe. Ugye ahhoz nem kell feltétlenül eljönni Ibizára, hogy ilyet lásson az ember, Portugáliában, Lisszabonban, Spanyolországban, Madridban, ha sétálsz az utcán, este ilyen gyanús formák odajönnek, és rázzák a kis zacskót, hogy kérsz egy kis füvet, és ha mondod, hogy nem, akkor megkérdezik, hogy és kokain. Bizony, ilyen menő színei vannak az autónak, úgyhogy vegyetek majd ilyet is. És most már van árlistán, képzeljétek. Ennek az autónak az indulója az 1.8-as 140 lóerős hibrid rendszerrel 12,6 millió forint. Ez a skála egyik vége. Viszont, hogyha veszel egy nagyon jól felszerelt, úgynevezett Executive Premier Edition-t PHEV-vel, vagyis plug-in hibrid rendszerrel, összkerékkel, minden egyébben, az már bizony 19 millió 950 ezer forint. Nem kétlem, hogy van olyan ember, aki ezt meg fogja venni, de azért azt a 19 milliót egy fokkal jobban is el lehet költeni. Én azt gondolom, hogy ennek az autónak valahol ott a 12-14 milliós ársában van értelme, de hogyha mindenáron szükségünk van az összkerékre, azt a 2 literes változathoz kérhetjük, ez itt most egy 2 literes 197 lovas elsőkerekes, de hogyha AVD-vel kérnénk, akkor annak csak 760 ezer forint a felára. Ellenben a plug-in hibridség felára az 2 millió 600 ezer forint, ami nem annyira nagyon vészes, hát érdemes azt megszámolni, hogy milyen megtérüléssel mozgunk. Ugye beszéltünk arról a híres Toyota idézetről, hogy elég az unalmas autókból. Hát ezt a beltérben nem mindig sikerült tartani. Ez itt egy szabvány japán autó belső, japán autósan összerakva, úgy, ahogy nagyjából 2023-ban ki szoktat nézni ezek az autók. Talán egy picit felső polcosabbnak érződik, mint egy Suzuki, értelemszerűen közelébe sincs egy Lexusnak, de hát nem is tehetnék.
Szimpatikus, hogy maradtak kapcsolók, mármint fizikaiak, amiket lehet nyomkodni, és végre a fedélzeti rendszer sem olyan, mint az Amiga volt annó, hanem gyors, jól működik, és nem éreztem azonnal ingert, hogy rádugjam az Apple CarPlay-t, mert hogy még a navigáció is teljesen jól elvitt helyekre. Ez nyilván egy nagyon jól felszerelt változat, ez a fullos kivitel, eltekintve az összkerékhajtásra, ugye ez az autó csak első kerékhajtású, ülésfűtés, kormányfűtés, szélvédőfűtés, az összes szenzor, összes radar, éberségfigyelő, amit ebbe az autóba lehet kérni, az ebbe benne van. Egy kicsit nekem problémám az ülés, mert nem vagyok egy széles gyerek, de most már úgy nagyjából 2 órája ülök ebben az autóban, mert mint az előzőben is ebben, és már nyomja a combomat az oldalsó párnázás. Fene tudja, hogy ezzel lehet-e javítani, szerintem azért annyira nem konfigurálható a téma. De ettől függetlenül átlátható, jól használható, kellemes élettér. Természetesen ezerféleképpen állítható az ambient világítás. Ha kinyitjuk az ajtót, akkor a pornófény átmegy pirosba, hogy a mellettünk elhaladó biciklis ne vigye le. Amit egy ilyen 2-3 órás tesztvezetés alapján meg lehet tapasztalni, ez egy rendes autóbelső. Láttunk szebbet, láttunk jobbat. Együttélésre perfekt. Nyilván nem ennek a Toyotának van a legnagyobb hátsó tere, viszont 180 centivel a magam rajtrögt ülés mögött elférek, ez még úgy oké. Ami viszont nem oké, az az, hogyha ezt az autót te mondjuk családi autónak veszed meg, és hátraülteted a gyerekedet, akkor a nagyon-nagyon magasra húzott ajtóvonal, és a hatalmas C-oszlop, ami itt van, amiatt a gyerek nem fog kilátni. A Toyotákban az a nagy királyság, hogy elég régóta nyomják ezt a hibrid bulit ahhoz, hogy be tudják úgy rakni a hibrid aksit, hogy ne vegyen el nagy teret a csomagtartóból. Itt mondjuk van egy jó nagy disznó GBL mélynyomó, a jó kis telepi hüppögtető és kukarugdalós technóhoz, de hogy van egy értelmezhető méretű csomagterünk, ami főleg annak tudható be, hogy nagyon sokat dolgoztak az akkumulátorcsomagon. 0,96 kWh az akkukapacitása. Nyilván ez is shallow cycle akkumulátor, tehát sekély ciklusban megy, nem használhatod ki a teljes kapacitást, ettől lesz nagyon hosszú életű. Tehát 80-ig és 40-ig a Priusban, nem tudom, hogy itt mik a konkrét számok, mert ugye a százalékos töltöttségben amekkorát kihasználhatsz belőle. De a lényeg az, hogy javították az akkumulátornak a power density-ét, tehát lényegesen kisebb, mint mondjuk az előd modellben, úgyhogy a kapacitása nem változott. Viszont tök jó nagy miatt a csomagtér, nézzétek meg, így berakom a táskát, így berakom a táskát, beülök a táska mellé, meg mi egyéb, és még itt alattam is van tároló, amit most nyilván elvesz. Defektjavító készlet? Ja, megnézzük. Igen, a defektjavító készlet, viszont hogyha ezt kiszedjük, akkor itt még van hasznos terünk jó sok. Sokat elmondom úgy az árakról, hogy Ibizán van a világ egyik legdrágább étterme, a Sublimotion, remélem így kell kiejteni. 2400 euróba kerül egy 3 órás vacsora show. Ez ilyen audiovizuális elemekkel megtámogatott 3 órás műsor, miközben eszel. 12 ember fér be egy ilyen rendezvényre. Most, hogy az 12 embernek kerül 2400 euróba, vagy fejenként 2400 euró, azt nem tudom, de azért mindenhogy fáj. Szóval nem találtam meg konkrét árakat, bár megmondom őszintén, azért annyira nem is kerestem, mert nagyon nem az én világom, de egy 2013-as cikk azt írta, hogy hát ilyen 80-100 euró körüli szórakozóhely belépők nem ritkák. És vannak olyan helyek, ahol mondjuk egy vizes palack már 12-20 euró között volt 10 évvel ezelőtt is, hát el tudjátok képzelni, hogy milyen árak vannak. És hát ugye ezért csúsznak bele sokan ebbe az alkalmi drogkereskedelembe, csempészetbe, vagy hát utcai árusításba. Viszont, ami ingyen van, az a tengerpart, meg a homok. És hát igazából ezen a strandon is sokkal több a mesztelen ember, mint amelyik bikinibe úszik, vagy fürdőruhába. Szóval, hogyha nem haragszotok, akkor én most elkezdek asszimilálódni. Roland, szerintem vetkőzz te is. A napot a 140 lóerős 1.8-asban kezdtük, ez most itt a 197 lóerős 2 literes, és igazából feleslegesnek érzem. És nem azért érzem feleslegesnek, nagy teljesítmény mindig jó, meg érted, ez most 5,4 litert fogyaszt, nem 4,8-at, tehát kimutathatatlan a különbség, hanem azért, mert hogy ez az autó igazából nem lesz jobb egy erősebb motortól.
akkor tartom elképzelhetőnek, hogyha szükség van rá, hogyha az ember autópályázik, mert mondjuk 130 fölött még ki akar ugrani, egyet előzni, kisorol hasonlók, akkor így szükség lehet rá. De semmilyen egyéb tekintetben nem látom értelmét kifizetni az erősebb hajtáslánc felárát. Ami még műszaki szempontból nagyon érdekes, az a futómű. Már a sima 1.8-asnak is nagyon jól eltalált a hangolása. Ugye ez nem egy bonyolult futómű, elől McPherson, hátul kettős keresztlengőkar, nagyjából mondhatni az iparági standard jobb helyeken, van, ahol még csatolt lengőkaroznak ebben a kategóriában is, de jó az autóval kanyarodni, feszesen tart, szépen mozog, és a buszkákat pedig jól kimozogja. Nyilván az ibizai utak azok a közelében sincsenek az otthoni bombatölcséreknek, tehát nem tudjuk, hogy az ilyen sűrű frekvenciás repedéseken milyen, mert itt inkább csak hublik vannak, nem pedig kráterek, de nagyon kellemes csalódás az autó. Ez viszont az erősebb változat, ez kapott egy sebességérzékeny csillapítást, vagyis a kisebességű és a nagysebességű berugózáshoz más-más csillapítást tartozik. Ez tulajdonképpen egy nem állítható kétutas futómű, hogyha egyszerűen akarnám megfogalmazni. De tényleg az van, hogy amikor ráhajtunk egy fekvőrendőre, akkor így bum-bum-bum-bum, rugózunk szépen, ha viszont belejtjük egy kanyarba, akkor meg tart. És ez egy tök jó kompromisszum, ez igazából egy jó hangolás, egy jó szelepelés kérdése, nincs adaptív futómű, nincsenek vezetékek, szolenoidok, egyebek. Ettől függetlenül én még mindig azt mondom, hogy aki rügyezni akarja, az biztos, hogy nem Toyota hibridet fog menni, de az biztos, hogy amint a közlekedés lesz az elsődleges, és hát miért lennél egy autót, nem közlekedni, onnantól kezdve még mindig az egyik legjobb megoldás, hogyha nincs pénzed villanyautóra. Más kérdés, hogyha elköltesz egy plug-in hibridre, mondjuk jól felextrázva 19 millió forintot, akkor már azért ott van 17-18 körül a Tesla is, már hogy a Model 3, de a Model Y sincs messze, hogyha mindenképpen hobbi terepjárót akarsz, akkor nem biztos, hogy meg tudom indokolni. Ellenben, hogyha még nem bízol az akkumulátorokban, a rajtadban a hatótávpara, vagy alkalmanként előfordul, hogy készületlenül menni kell 8-900 kilométert, akkor még mindig egy jó Toyota hibrid jó megoldás lehet. Nyilván ez az autó abban az értelemben véve drága, hogy Suzuki Vitarát ennél olcsóbban kapsz, de a szolgáltatásokat, amiket nyújt, meg műszakilag, amit nyújt, a jó kis bizonyított és bevált bolygóműves hibriddel, olyat más nagyon nem kínál. Nyilván van még bégetés, ha lelépett, de már nagyon kevés. Nagyon kemény meglódulás van, főleg ebben az erősebben. Összességében még mindig benne van az a nyugalomra nevelés, ami egy régi Priusban is, hogy egy-két óra használat után egész egyszerűen nem akarod neki nyomni. És nem azért, mert fogtechnikus vagy, vagy mert prütykülöd a fillért nagy lendülettel, hanem azért, mert az autó egész lénye, a működése erre nevel rá. Úgyhogy valószínűleg, hogyha már vezettél Toyota hibridet és szeretted a Toyota hibridet, akkor újra ezt fogod választani.